Nos, hát sziasztok, mindenkit üdvözlök, én Roli vagyok, és egy ilyen elég érdekes dolog van most, az a lényeg, hogy hát olyan helyzet állt elő, hogy most így 3 napon keresztül nálunk ilyen áramszünet van. Tehát ilyen előre betervezett áramszünet, gondolom, hogy mindenki azért így otthonra dolgozik, és már nem bírják a áramkábelek meg az áramszolgáltatóit nálunk. Küldtek körülbelül egy ilyen 1-2 hónappal ezelőtt ilyen papírt, hogy hát így minden reggel 3 napon keresztül 8 órától 2 óráig nem lesz áram, tehát konkrétan így semmi áram nincsen. És hát itt vagyok most jelenleg 20 fokos szobában, várom, hogy így kihűljön, aztán így dermedjek, mindegy. Ki sem tudtam mondani, hogy dermedjek, mert olyan hideg van. Amúgy nincs nagyon hideg, meg fel is vagyok öltözve, úgyhogy most így meditálok addig. Szóval az a lényeg, hogy terveztem egy ilyen kis gyors ilyen vlogszerűt. Találtam egy régi füzetemet, mindjárt megmutatom, amiben így régen így rajzolgattam ilyen kis... Hát amikor még kicsi voltam, szerettem mindenféle hülyeséget rajzolni, úgyhogy mindjárt megnézzük. Szóval az a lényeg röviden, tömören, hogy áramszünet van, úgyhogy ez egy áramszünet vlog. És hát igen. Ugye most nálunk itt beköszöntött a tél, végül is csak majd mindjárt ezé március van, mindjárt ezé tavasz, de hát ilyenkor kell esni 10 méter hónak, úgyhogy esett hó, jó hideg van kint. Este mínusz 20 fokok vannak, meg mínusz 10, tehát így köszönöm szépen, de az a lényeg, legalább ilyen is van. Én szeretem, hogyha télen van hó, hát lassan már tavasszal lesz hó, de igazából tök mindegy. Na, nem is ez a lényeg. Mutatom, hogy mivel töltöm az időmet, most főleg jelenleg, ugye amíg hát áramszünet van, semmi nem működik, egyedül WC-re ki tudok menni, tehát az ugye működik, meg a gáztűz helyet be tudom gyűjteni, tehát tudtam reggelit készíteni magamnak, amit utána input-outputba a WC-be bele is tudtam helyezni, úgyhogy most nagyjából ez a tevékenységem, illetve tudok pihenni, meg ilyen hülyeségeket csinálni, hogy vlogolok arról, hogy egy 15 éves füzetemet majd mindjárt bemutatom nektek, úgyhogy ja. Na, remélem, hogy örültek azért ennek a kis ilyen random vlognak, úgyhogy az a lényeg, nézzétek meg. Tehát ezt a két dolgot tudom most jelenleg csinálni, amit itt láttok, tehát powerbank, azaz telefonozok, hál' Isten van 4G, vettem most 5 giga mobilnetet, úgyhogy most ezzel egy kicsit elleszek. Hát videókat nem fogok tudni nézni, de játszok, meg Facebookozok, meg mindenféle dolog, úgyhogy nagyon fantasztikus. Igen, ezt tegnap elkezdtem feltölteni, van még egy powerbank, egy 10.000 mAh, ez azt hiszem... nem tudom már hanyos, 5000-es, oda van írva. Szóval ez körülbelül 2,5-szer feltölti a telefonomat, nagyon fantasztikus. Illetve ugye most elkezdtem nagyon ráhajtani az Old Republic-ra, hogy befejezzem, és említettem is egy pár videóban, hogy megvan nekem ez a Revan könyv, és belenéztem, az első fejezetet olvastam el, ugye megcsináltam ilyen kis könyvjelzőt, ilyen Revanost, úgyhogy nagyon menő. Ezt a könyvet mindenkinek ajánlom, tehát tényleg egy próbát megér. Én nem szeretek olvasni, de most ma, meg holnap után lesz időm, úgyhogy ezt végig szeretném olvasni mindenképp. Ugye benne van Revan főleg. Itt az előszója nagyon érdekes, tehát ezt már elég régen vettem ezt a könyvet még. Ez a Drew Karpis, igen, tehát ő írta. És az a lényeg, hogy a Kotor játék alapján mindjárt... igen, tehát itt van, hogy Revan történet visszanyúl egészen az eredeti Star Wars Knights of the Old Republic nevű játékig, és ezúttal mondok köszönetet a BioWare összes alkalmazottjának, aki részt vett ennek a csodálatos alkotásnak a megteremtésében. Hálával tartozom az Obsidian munkatársainak, akik a KOTOR 2-n, Knights of the Old Republic 2-n dolgoztak, és mindenkinek BioWare Austin-nás MMO-t, valamennyi Star Wars és Revan rajongónak, nagyon sokat vártak a történet befejezésére. Igen, szóval az a lényeg, hogy ez a KOTOR játék, a KOTOR 1-2 meg a BioWare alapján készült tényleg ez a könyv, hitelesítve van. Tényleg mondom, benne van Revan élete, a felesége, benne van Scourge, úgyhogy ezért nagy plot twist. Valószínűleg már láttátok a Old Republic-os részben, hogy ugye Scourge is megjelent, úgyhogy hát nem, azt sem tudom, hát nem egy vékony könyv, nem is annyira vastag, mindjárt mondom, hogy hány. Ja, meg hát persze ebből van egy jó pár könyv még, itt írja, hogy ez a halálcsillag,
Azt tudom, hogy az Old Republicból van van ez az árulás nevezetű, ugye ez Malgusról szól, illetve itt van ez a végzetes szövetség, ez is Old Republicos, meg azóta is még van ez is egy Old Republicos birodalom vére. Lehet ezt az árulást, ezt még meg fogom nézni. Érdekel Malgus története is. Viszont hát Revan nyilván. Oldalszám nincs. 338. Hát akkor nagyjából 339. Igen. Benne van Bastila sem. Nagyon menő. Ja, úgyhogy az a lényeg, ez 3400 forint volt még. Úgy most én ezt fogom olvasgatni. Kiesett a kis Revanos tartókám. Úgyhogy ezt csak így gyorsan hozzátettem, hogy hát igen, és amúgy nem tudom, miért zöld fénykardja van, tehát Revennek sose volt zöld fénykardja, vagy lila, vagy piros volt, vagy lila-piros, nem tudom. Amikor már visszamosták Jedivé, akkor zöldet kapott, nem tudom. Viszont a hiltje az nagyon király ennek a kardnak. Az Unleash Pummeler MK2 hilt az így néz ki. Na, erről ennyit, szóval olvasok meg, telefonozok. És az a lényeg, hogy van egy ilyen füzetem, ebből már elég régóta szerettem volna nektek ilyen kis bemutató videót csinálni. És majd mindjárt meglátjátok, tehát ez már ez fehér füzet volt, viszont már sárga. Ez körülbelül egy ilyen, hát nem is tudom, 7-8 éves korom óta rajzolgattam, meg írkáltam bele dolgokat. Egy pár helyen benne lesz a nevem, azt engedjétek meg, hogy kitakarjam az elő a vezeték nevemet, aki tudja, az úgyis tudja. Igazából nem titok, de na, tehát, hogy értitek, szóval mindegy. Az a lényeg, hogy egy pár helyen akkor, hogyha ki fogom takarni, akkor az azért lesz. Na, szóval az a lényeg, hogy ide van egy Roli füzet. Nagyon jó. Ide is írtam egyszer Roli, nem tetszett, úgyhogy ide Roli füzet, a többit meg kitakartam, de nem tudom, mi van írva. Mindegy. Szóval, az a lényeg, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet. Na. Hát nem tudom, mennyire látjátok, tehát ugye ezt már elkezdte enni valamilyen nemes penész, vagy nem is tudom, mi az Isten ez. De hogy ilyen jó régi, az a lényeg. Itt van is, nem is tudom, ez körző, lehet, hogy átszúrtam idegenbe körzővel, mert ezt szoktam csinálni. Régen én ilyen kísérleteket végeztem, hogy mindig tettem mondjuk, vagy 5-6 lapot, ilyen írólapot így a asztalra, és körzővel átszúrtam, és mindig megnéztem, hogy mennyit tud átszúrni a körző, nem tudom, ilyen fura gyerek voltam mindig. Na, rögtön az első oldalom, nem tudom, kinek van meg ez a játék, Electric Man 2. Ez arról szólt, hogy volt egy ilyen flash alapú játék, most már nem lehet vele játszani, imádtam ezt a játékot, egy ilyen böngészőből lehet, startlap.hu, startlap játékok, Jézusom, mennyit játszottam ott. Tehát az a lényeg, hogy volt egy ilyen pálcika ember, ami körül volt ilyen neon, lehetett változtatni a színét, csomó szint volt, és mindig más ellenfél jött, és az volt a lényeg, hogy verekedni kellett, volt, hogy egy ellenfél jött, volt, hogy három, mindig más, és le kellett őket verni, az volt a lényeg, és voltak ilyen ultimate dolgok, amikor belassult, ez volt a kedvenc, amikor fogta, hát most nem tudom, hogy mutassam, és így felrepült a csávókám, és rúgott egyet hátra, úgyhogy utána vissza leérkezett a földre. Durva volt nagyon. Volt olyan, hogy felemelkedett, és akkor levegőbe így rúgdalt, így. Akkor volt, hogy átdobta magán így a vállán az embert, és így puff, kizélte. De mondom, ez volt a kedvencem. Megfogta a nyakánál, így elkezdte így rúgdalni, meg minden, és így visszafele így drzt, földre. Tehát isteni volt ez a játék, úgyhogy... Ja, meg itt be is bugolt, ezt oda is rajzoltam, ilyenkor volt ilyen glitch, hogy így felemelkedik, és akkor mindegy. Szóval nem tudom, ki játszott ezzel. Nagyon szerettem.
Zsírkirály. Na, a következő lapon lesz egy kis név, úgyhogy ezt letakarom. Az a lényeg, hogy ötödikes voltam, meg ás, úgyhogy 5A az a lényeg. Vers. És milyen koreográfikusan írtam, hogy ver, és az S betű az piros, a ver meg kék, ha jól tudom, igen. Na, Rolika ötödikes verse. Esik eső, vesző, fúj a szél. Az a vicces, hogy jobban, hogy mondjam, tehát ne haragudjatok most, hogy így kimondom, de hogy a mai fiataloknál szofisztikáltabban írtam, szóval használok a veszőt, nagy betűvel kezdődik a mondat, mondatvégi írásjel van, ezt a mai fiatalok nem használják, úgyhogy ötödikes koromban azért elég durván oda rittyentettem, érted, én voltam a sevőres vándor. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy vers. Esik eső, fúj a szél. Kis bogárka, hová mégy? Nem megyek én sehova, mert olyan nagy a pocsolya. Elipszilon a síj, azért hogy tudtam már írni. Na, szóval az a lényeg, igen, ez volt a nagy vers. Rímel. Páros rímek vannak, ugye AABB. És... hát nem tudom, az lenne a bogár, gondolom ez a fű, itt egy pocsolya, meg fúj a szél, meg esik eső. Ez volt a lényeg, nagyszerű. Olyan ujjam van, mint a háromszor eltört volna, na mindegy. Szóval ötödikes koromban ilyen verseket gyártottam, úgyhogy nagyszerű. Lapozunk egyet. Volt egy pulikutyám, ezt harmadikos koromban, meg negyedikes koromban is voltam népdaléneklési versenyen. Vagy negyedik, meg nem, harmadikos voltam, meg negyedikes, amikor indultam népdaléneklési versenyen. Mind a kettőt sikerült megnyernem, és azt hiszem a harmadikos koromban, amikor voltam, akkor kaptunk, és hát én kaptam úgymond egy ilyen pulikutyát, és azóta nem egy gombóc. Nem tudom, ha találok róla képet, bevágom majd ide közben. Nagyon kedves volt, ilyen kis ilyen lábtörlő kutya, tehát igen. Volt itt a nyakánál egy ilyen kis fehér. Hát úgy hívtuk mindig, hogy ilyen nyakkendű. Egy ilyen kis foldva volt, ilyen fehér szőr neki tulajdonképpen. Úgyhogy igen, úgyhogy az volt nem egy gombóc. Az utolsó normális állatnevem az volt egy gombóc, azóta nem tudtam állatneveket adni. Volt azóta nyulam, annak az volt a neve, hogy nyúl. Mondjuk csincsillám is volt, az ugye az volt a neve, hogy Totyi. Totyika az még jó volt. Mostani kutyámnak ugye Puga a neve, vagy Püge, mindegy. Szóval érdekes. Nézzük. Következő semmi. Hát volt, hogy kimaradtak lapok, de hát ez már ilyen. Na, a kedvenc játékomból terveztem pár robotot, ugye azt már... Na, először is, aki nem láttam, mindenképp nézzétek meg az életem top 10 kedvenc videójátéka videót, abból beszélek erről a játékról, hogy melyik ez. De most elspoilerezem, hogy a Steel Lancer Arena International a kedvenc játékom életemben. És az a lényeg, hogy terveztem ilyen saját robotokat, ugye ott azzal kell, van öt fajta robot, meg van három ilyen titkos robot, és mindig az a lényeg, hogy ilyen Battle Royale játék, tehát felmentek egy arénába, vagytok négyen, és akkor neked ki kell nyírni sok embert, aztán jön egy boss, meg kell ölni, és akkor te leszel annak az arénának a bossa. Van 100 boss, tehát jó hosszú játék, és terveztem ilyen jó pár robotot hozzá. Ez Ventuno Copy, most senki nem fog érteni, csak hogy játszott azzal, és ez gondolom Magyarországon úgy három ember. Szóval ez egy ilyen Ventuno-szerű lény akart lenni, ez még egy American Stars Ventuno lábakkal, ez meg American Stars lábakkal, mindegy. Szóval az a lényeg, hogy ilyesmi robotokkal kell küzdeni. Ez a Mikó becenevet kapta, ez meg a Daskú becenevet, van ilyen láncfűrész az egyik kezébe, másik kezébe rakétavető, az egyik vállán van egy... hát ilyen sorozatlövő gépágyú, a másikon meg egy rakétavető. Ilyen nagyon fantasztikus tehén dizájnnal. Ennek az egyik keze ilyen lézersugarat lő, a másik az minigun. Illetve ez egy hármas rakétavető, meg egy gránátvető. Az a kis, azt utólag oda rajzoltam, ja. Nagyon fantasztikus. Na és akkor itt vannak az eredeti modellek, amiről beszéltem. Ez egyik kedvencem, ez egy olasz gyártmány, Ventuno. Mert különféle nemzetek vannak, ugye van kínai, van orosz, van
német, van amerikai, meg van olasz. Az olasz az a középmezőny, tehát ez a jó súlyú, meg erős fegyverek is vannak rajta, meg van madár, tehát ez is benne van a játékban, ugye ez ugyanígy néz ki. Ez ilyen rakétavetőt lő csak, és nagyon kevés élete van. Ez meg Ventuno. Minigun van a kezébe, a másikba. Ez Diavolo az a neve, ez Basto Cantino, azt hiszem, ez ilyen ütőfegyver, tehát az a lényeg, hogy belokkolsz valakit, és így neki üti. Tehát nagyon menő. Hármas gránátvető, nem gránát, hanem rakétavető, meg egy minigun-szerű a két vállán, úgyhogy ja, ez a Ventuno. És rajta van a kedvenc skinem, ami fehér az egész, és ilyen lángcsóvak vannak rajta, nagyon menő. Na, közben vágtam, mert 15 percet elértünk, szóval nagyon király, igen. Mindenképpen szeretnék ebből egy végigjátszást valahogy majd a retro csatornámra megoldom, mert ez egy ékkő ez a játék. Mondom, úristen, már most is ráz a hideg. Nagyon jó, úgyhogy igen. És igen. Na, ja, meg van kipufogója minden robotnak, az fontos, ami püfög valóban. Úgyhogy ja. Következő nagy tervezésem, hát szerettem régen az autókat, de most ez a Iru V8 Sport nevet viselte. Ezt valamiért nem tudom, nagyon régóta terveztem ugyanígy az autókat, és hát ugyanezzel a formavilággal, Iru néven, ide is van írva, Iru Sport V8. Fogalmam sincs, hogy jött ez a név. Szóval az a lényeg, hogy ez egy ilyen sportautó, kicsit olyan BMW i8-as formavilága van. Hát nem tudom, ezt ilyen 10-12 évesen tervezhettem, nem tudom. Felnye nagyon kihívó, kicsit ilyen Mangekyou Sharinganos. Akkor ide van a V8 Sport. Az index az, hát figyeljetek, én már akkor lekopiztam, vagyis hát már előre gondolkoztam a Nissan R35 Godzilla. Vagy 36 az már? 35, nem? Mindegy. Szóval a Skyline, a nagy, nem a kis aranyos, hanem a nagyobb. Mindegy, most nem fog eszembe jutni, de mindegy. Azon van ilyen, ugye. Azt hiszem R35. Sport V8, Iru itt is van, az volt a logója neki, ez az érdekesség. Ilyen tök jó ilyen design elemek, tehát igazából nem egy ilyen szögletes autóforma, hanem ilyen mindenhol ilyen érdekes cápaúszony van neki, elég kicsike ablaka van neki, légbeömlő tetején, ott is van légbeömlő, itt van oldalt a kipufogó, itt rendes felfüggesztés, minden van, hátsó lámpa, ez érdekes mondjuk így, tehát ja, ez elég jó koncept, azt kell, hogy mondjam. Erről nagyon, hát még lehet, hogy azt hiszem még van egy ilyen ilyesmi. Na majd megnézzük még, úgyhogy hát ez így ilyen. Azért az ajtót is nézzétek, hogy így nem az van, hogy így két nagy ezért, hanem azért milyen szép vonalakat rajzoltam már bele, tehát itt is ilyen eskanyar, meg nem az van, hogy tényleg itt le van vágva, viszont látás. Mondjuk az, hogy ott van a kilincsnyitó, tehát így kb. 2 méter magasan van, tehát nem tudom, de érdekes, tehát jó kis koncept szerintem. Ez volt az én kis tervezetem, az Iru modell V8-as ilyen persze. Na, Lizzy Top, ez egy ilyen laptop akart lenni, ami, tehát ettől kisebben nem tudtam mondani rajzolni, tehát itt van az ujjam, ráférne mind a három. Szigorúan Windows, hát egy ilyen, van hozzá egér, meg minden, 120 fokban nyitható. Van benne lemezolvasó, az nagyon fontos. Meg fut rajta Windows, meg vannak ilyen kis ilyen levágások rajta, nem is tudom meg. Hát ja, érdekesség. Na, hát ez így ennyi. Következő. Ez nagyon fontos, kérem szépen. Imádok főzni, meg szerettem régen is így csinálni mindenféle kísérleteket, és ezt kipróbáltam valóban még régebben, és ez validálhatom nektek, csináljátok, megpróbáljátok ki, isteni finom. Két darab dolog van itt, és na, megmutatom, szóval az a lényeg, már nyertem is nagyokat. Itt is itt van a nevem, úgyhogy ezt kitakarom. Na, szóval a receptek. Roli pirítósra hozzávaló 2 darab szelet kenyér. Nézzétek el, nekem még kicsi voltam, amikor ezt írtam, szóval 2 szelet kenyér.
Egy darab tojás, vaj, só, reszelt sajt, egy bedíszítés, egy szál hagyma, köret. Azért, hogy kiírtam már, díszítés, köret. Elkészítés. Vegyük a két szelet kenyeret, és kenjük meg vajjal. Tök, érted? Na mindegy. Legit az egész. Ezután törjük fel a tojást, és válasszuk szét a sárgáját és fehérjét. A fehérjét tegyük, gondolom a kále maradt, egy kis tába, és a sárgáját is. A többit nyilván dobjuk ki a francba, ami nem kell. Verjük össze a sárgáját, tehát ököllel így kell összeverni. Szóval igen, keverjük össze, gondolom. Villában. Egy kis sóval, pont. Azután öntsük a kenyérre. Tegyünk rá egy kis reszelt sajtot, és mehet a sütőbe. Tehát az a lényeg, hogy kenjétek meg vajjal a szelet kenyeret, arra a sárgáját, úgyhogy ne folyjon le, arra egy kis reszelt sajt, és ez így szépen ráolvad. Isteni finom. Ilyen krémes, ugye a vaj, meg a tojás, meg a sajt így összeolvad, és egy ilyen hihetetlenül nagyon finom egyveleget alkot. Kis sóval, mehet a sütőbe. Addig süssük, míg a sajt el nem olvad a tetején. Utána egy szál hagymával tálalhatjuk. Ez a Parkinson kúros vagyok, már úgy remel a kezem. Igen, ez egy ilyen kb. 5-10 perc sütőbe beteszitek. Rohadt finom, tényleg. Kb. 15 éve ettem utoljára ilyet, de tényleg jó, tehát zsír. Szóval rakott tojás. Hozzávalók 4 darab tojás, tejföl vagy joghurt, sajt, só, bors, mustár, egy szál hagyma, köretnek. Nagyszerű. És akkor az elkészítés. A 4 darab tojást főzzük meg és vágjuk ketté. Zsír. A sárgát vegyük ki, és egy tálkában tejföllel vagy joghurttal, sajttal, sóval, borssal is, azt majdnem egybeírtam, egy kevés, gondolom az akar lenni, mustárra keverjük össze. Ezután tegyű. A tegyűnél egy kicsit bajok voltak a fejemmel, tehát a K mindig kimaradt, szóval tegyük vissza a tojásba, azaz töltsük vissza a tojásba. Egy szelet nagy pirítóssal lehet is tálalni. Ajánlott hagyma hozzá. Ez is jó, ezt is próbáljátok ki, tényleg. Ez is tök jó. Ilyen kaszinó tojásszerű. Úgyhogy ja. Na, itt vannak ilyen érdekességek. Igen. Látjátok, ez már nagyon régi írományom, de már itt is a Dark Knight ez már szerepelt. Igen. Na, Mu Online. Tegye fel a kezét, aki játszott Mu Online, a legjobb játék volt ebből mindegy. Mai napig van 550 resetes BMM, 150 resetes GMM, 50 resetes MGM, meg egy 7 resetes DLM. Mindegy. Szóval muonline.hu best ever játék. Dark Knight, Rolly, Dark Knight, Dark Wizard, Dark Lord. A kedvenc karaktereim. De én mindig is Wizard Party voltam, csak sajnos gyenge volt. Bár amúgy mindegyiket szerettem igazán, elfem nem volt soha, azt tudom. Tehát Dark Knight-on volt, Dark Wizard-on volt, MGM volt, Magic Gladiator, Dark Lord. Ja, ezek. Imádtam mindegyiket. Rolly, Roland, Rolly, LR. Gyönyörű. Hát ezek ilyen dizájnos, ilyen név dolgok. És akkor kérem szépen, azt hiszem, nem, lesz még. Kérem szépen az álomcsapatom. Nézzük. Na, tehát csak azért mondom, hogy amikor én voltam gyerek, akkor ők voltak az istenek. Tehát így körülbelül ezek a nevek, amik itt szerepelnek. Ők voltak az olyan nevek, mint most ez a Sancho, meg a jóisten tudja, a Royce, meg a... Én már igazából nem is követtem, hogy már most kik vannak. Szóval ezek legendák voltak, ezek az emberek, és... Hát azért mondom, hogy a mostani FIFA-kban, tehát én nem tudom, FIFA 18-nál már kivoltam akkor, hogy mi az Isten, hogy ilyen emberek vannak, érted? Mindegy. Szóval, Didda van kapuban. Tehát igazából nem kell ezt... Nem is beszélek semmit, mert ezek legendák. Puyol, na most, hogy ezt így nézzük, ugye, azt hiszem, ugye így kéne nézni, akkor jobb hátvéd, szélső hátvéd Puyol. Bár ő közép volt, nem? Mindig inkább közép hátvéd. Mindegy, én szélre tettem. Adriano, tank, Gattuso, vadállat, Roberto Carlos,
tehát az a lövés, nem tudom megvan-e, amikor így 200.000 km per órával így csinált egy ilyet a labdát, így hálót szakított majdnem, magas cím. Cristiano Ronaldo, nyilván, akkor még mondjuk fiatal volt, de betettem azért ide. Kaká, Best, Zidane, Messi, azért ez a csapat így összeállt volna akkor, ami nem tudom, mitől kék az ujjam. Érdekes, mindegy, nyomtattam reggel, lehet azért mindegy. Ronaldo, az eredeti, és Henry, tehát nem tudom, aki jártas fociba, tehát hogy ez a csapat így ilyen, nem tudom, világbajnok, hogy ezektől lett volna jobb. Puskás nem tettem bele nyilván, de hát, ja. Na, közben 4-6-956 milliószor felhívtak, szóval igen, szóval, ja, jó csapat, cserék. Beírtam Havardot, mint kapus, aztán kicseréltem Reinára, mert régebben Reina még nagyon jól védett. Nem tudom mostanában, hogy védem, ugye egy koron kedvenc kapusom volt. Lampard, Beckham, Robinho, Van Nistelrooy, azt sose tudom, hogy kell leírni, mindegy. Wright Phillips, ő ki van húzva, mert amerikai, mindegy. És Heinz, Mr. Heinz. Őre nem nagyon emlékszem, ő valami német volt, azt hiszem. Mindegy, tehát igen, ők a cserék, úgyhogy hát így áll össze a dinálom csapatom. Igen. Igazából, ha valamelyik megsérül, akkor a cserék még talán jobbak is, mint akiket alapból beraktam. Bár igazából egy szinten vannak szerintem, tehát itt Beckham jöhetne Ronaldo helyére, Lampard Kaká helyére, akkor Van Nistelrooy akármelyik csatár helyére, Robinho közép valahova, ilyen Zidane cserére. Izém nincs, vagy Heinz az izé volt, Beck, mindegy. Még ezek nem sérülnek rá, tehát ezek közül egyik se sérül le, tehát ezek ilyen vadállatok, neki megy, az mindegy. Na, szóval álomcsapatom, Best. Nagyon fantasztikus. Na, Dynasty Warriors. Ez a játék volt, hát nem tudom, valamelyik, hát ilyen a PS2 korszakomban egy nagy kedvencem volt, a Dynasty Warriors 3-mal nagyon sokat játszottunk. Hát erről most nem beszélnék részletesen, mert kb. 34 percet tudnék. Kínai dinasztiák harcolnak egymással. Ilyen 3D nézetű játék. Rengeteg karakter van, mindegyik egy külön személyiség. Mindegyiknek külön fegyvere van, és terveztem hozzájuk ilyen dolgokat. Na itt már kiírtam, hogy Dynasty Warriors 7, mert éppen gondolom azt vártam. Igen, na ez mondjuk Lubu fegyvere konkrétan, de én Huang Li képzeletbeli emberkének adtam, aki a külön Others csapatban van. És ezeknek van is külön nevük, amúgy mondom, ez még egyszer Lubu fegyvere, legerősebb harcos a játékban. Halberd, Great Halberd és Shadow Spear. Fogalmam nincs, hogy a Halberdből, hogy lesz Spear, nem tudom kimondani, de ezek így néznek ki. Következő a Wu, a pirosak, Gun Lu, nagyon menő. Fireblade, Great Sword, Sword, nagyszerű. Ez Gunning copy fegyvere, nagyon menő. Akkor Shu a zöldek, Yuan Kao, Shao, nem tudom. Double Spear, Great Double Spear, Silver Soul. Na, ennek jó neve van. Ilyen fegyver nincs is a játék a beszarás, mert ezek vannak. Ez ilyen nincs, hogy ilyen dupla spear. Ez durva azért. Illetve a V, a kékek. Kaodun, vagy Saodun, mert most már az új üzékbe Saonak mondják, amúgy Kao volt. Long X, Great Long X, Hard X, Axe X. Nagyon menő. Ez, hát Dian V-nek volt hasonló fegyvere. Csak az kicsi volt, kis balta. Ilyen hosszú balta. Hú, várjatok, már nem is tudom, hogy... Volt ez a turbános ember, most meg nem mondom a nevét. Mindegy, neki volt ilyen egyedül a háromba. Na mindegy, nagyszerű. Saját tervezésű fegyverek. Azért hogy fakul már az idő során a íromány? Na. Black Dragon, nagyon fantasztikus, ez is ilyen lubu fegyverszerű. Devil Eye, ez legyező. Igen, legyezővel is harcolnak a játékban.
Beth Sword, vagy Sword, mindegy. Ez Cao Cao, hát hasonló, Liu Bei, Cao Cao, nekik volt ilyen fegyverük. Golden Spear, ez Guayu fegyver. Iron Tonfab, ez a Wu vezetőnek, nem jut eszembe a neve, beszarok, várjál. Nem jut eszembe, mindegy, a egy ember van, aki csak tonfát használ. Ők ilyen tesók, három tesó. De most már nem fog eszembe jutni a neve, mindegy. Akkor King Close, ez is egy embernek van ilyen. Kicsit ilyen melegebb éghajlatos ez az emberke, aki ilyet használ. Moonflute, ez meg a nőknek van általában ilyen furúja, azzal verekednek. Úgyhogy gyönyörű. Saját tervezésű fegyvereim. Körülbelül mindig benne van már a játékban. Úgyhogy zsír. Na, itt semmi nincs. Itt van egy telefon. Ez ilyen csúsztatható telefon. Igen, régen nagyon Sony Ericsson mániás voltam, és ilyen... Hát ez is valami ilyen Sony Ericsson-szerű csúsztathatós telefon. Tegye fel a kezét, vagy lájkoljátok, akinek volt ilyen csúsztathatós telefonja. Ugye egykoron még nagyon divat volt az, hogy volt az a telefon, ami nyitható volt, tehát is szét lehetett nyitni, meg összezárni. Samsungoknál azt hiszem a Sony Ericssonnak is volt olyan, de a Samsungnak volt az a kagyló alakú. Imádtam. Meg volt rajta antenna még. Akkor utána jött divatba ez a csúsztathatós telefon, hogy lent van külön a ezéje, a nyomógombjai. Ezt is imádtam. Volt a Motorola-nak az, ami így oldalra nyílt ki, meg fel, a Muteramnak volt olyan. Azért régen milyen jó telefonok voltak, aztán egyszer csak bejött ez a kis lapos, egész kijelző iPhone, azt akkor azóta már minden ugyanilyen. De régen azért milyen jó telefonok voltak, mert... Na mindegy. Érdekesség. Na, itt vannak ilyen üde átütött, ilyen... Én nem is tudom, akkor már néztem Naruto-t, és akkor ilyen Naruto-féle karakterek, gondolom ez a Curse Seal akar lenni itt. Ilyen villám, meg így át van alakulva a fele. Ez meg ilyen Battlescared, így szét van szabdal, vagy ilyen karddal. Hát nem nagyon értem itt a koncepciót, de hogy így voltak ilyenek, az a lényeg. Nagyon gyönyörű. Hát ez többet nem tudok hozzáfűzni, ezek ilyen érdekességek. Azt tudom, minek rajzoltam egyáltalán. Na, itt van már egy későbbi Iru modell, ez az Iru H14, vagy 147, nem tudom, vagy 14 per. Na, ez már egy ilyen kicsit ilyen letisztultabb dizájn, azért ez is milyen tök jól néz ki már. Kicsit ilyen BMW-s, ilyen cápa eleje van, itt ennek már hátrafele van a ilyen beömlő nyílás, nem tudom miért amúgy. Ez tökre tetszik, ez két lámpa, azt tudom, hogy ez két külön lámpa volt. Igen, akkor így elő van a visszapillantó tükör, ilyen, nem tudom, ilyen négyszög, ilyen diamond valami van itt. Itt is itt van a jele, van spoiler, nagyon menő oldalkipufogó. Ennek is ilyen bogár hátulja van, nem tudom, érdekes. És hát figyeljetek, ez úgy néz ki, ez a ajtó, mint a DeLoreannak, tehát hogy ilyen el van vágva, és akkor gondolom ez így nyílik ki, felfele, vagy errefele, nem tudom. Érdekes minden esetre, de ez mondjuk ez tökre tetszik nekem már így most. Ebből el tudnék képzelni egy ilyen konceptautót, vagy konceptautót érdekes módon, és akkor azt hiszem, hogy ennyi is volt a füzet. Igen, itt még vannak ilyen random dolgok. Ez Itachi akart lenni, Akatsuki-s köpenyve. Nem tudom, ezt így kiradíroztam, ez meg valami fegyverszerű. Úgyhogy... hát ennyi a dolog. Ezt így ilyen évek során, mondom, kb. 8 éves koromban elkezdtem, aztán egyszer csak így rajzoltam bele, aztán abba hagytam. Itt is van még valami, hoppá. Na. Egyre jobb kocsikat rajzoltam, mit akartok? Ez is Iru, gondolom, de ez ilyen kis...
Ez tökre tetszik, ott a kipufogója hátul, az nagyon beresz, ez már ilyen nyitott tetejű. Ez nem tudom mi az Isten. Hogy közöttem miért maradt ki egy fél füzete, se tudom. De ez tetszik, figyeljetek, ez tök jó, olyasmi, mint egy ilyen kis buggy. Dűne autó, nem tudom, de tök jó. Mondom, egyre jobb, öcsém, ezt a három autót valaki megcsinálja nekem, nagyon örülni fogok, és akkor még keresek, hát ha vannak még benne ilyen rejtett dolgok, de... Ja nem, most visszafele lapozok, ugye? Igen. Szóval, akkor ennyi lett volna ez a kis füzetnéző vlog, itt ezt ne kérdezzétek, valamihez kellett egy ekkora méretű kartonlap, és ebből ennek jó volt a vastagsága, és ezt így kivágtam. 144 forint volt ez a füzet annó. Az marha drága, hát most lehet egy ilyet kapni 50 forintért. Úgyhogy ennyi volt a Roli füzet rejtelme, remélem, hogy tetszett nektek ez a kis bemutató. Úgyhogy nem is akarom tovább így húzni a szót, mondom, csak kicsit unatkoztam, aztán elment egy óra ezzel, hál' Isten. Úgyhogy, hát köszöntöm szépen a figyelmet, ez tényleg egy ilyen nem tervezett vlog, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. Összevágom, lehet, hogy picikét fogok ritkítani benne, mert nagyon sokat beszéltem, vagy 40 percem ugye a videó. De hát az a lényeg, hogy akkor ennyi, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek. Ti is azért írjátok le kommentbe a véleményeteket, így a dolgokkal kapcsolatban, játékokkal, autókkal kapcsolatban, stb. Jaj. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy amennyiben tetszett, akkor nyomatok egy lájkot, iratkozzatok fel. 1830-an vagyunk, még 170 ember kéne a 2000-hez. Ha meg lesz nyárig, akkor tényleg lesz nyereményjáték, de szerintem majd előtte be fogom jelenteni, legyünk meg 2000-en. A YouTube fizetésem megjött, sikeresen megkaptam készhez, úgyhogy majd abból is lesz egy videó. Ott van fent a falamon, már kitettem, csináltam neki egy ilyen külön keretet, mondtam, hogy én azt nem költöm el, azt ott lesz szépen a falamon, úgyhogy nagyon örülök neki. Úgyhogy ennyi tulajdonképpen, nézzétek meg a többi lejátszási listát, vlogokat, dadogok már, mert ideges vagyok, és mindenféle dolgokat, úgyhogy köszöntöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, és addig is sziasztok!